Így néz ki az a fertőtlenítő torony, melyet az országban először a Nyíregyházi kórházban állítottak üzembe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház két ilyen készüléket szerzett be, melyek a kórházkomplexum több mint 40 műtőjében fertőtlenítik majd a levegőt és a különböző felületeket. A berendezést Európai Uniós forrásból vásárolták meg. Ez az eszköz az EFOP keretén belül sikerült beszerezünk, betegbiztonságot elősegítő eszközök beszerzése. Ez egy 200 millió forintos pályázati összeg, és ebből a 200 millió forintos pályázati összegből ez a készülék, ez a TOR készülék, ez mintegy 39 millió forintot jelent. A betegbiztonság növelés kapcsán még egyébként kézfertőtlenítő egyebeket is szereztünk be, de most nevezetesen ez a készülék az, ami különleges. Ez azért is különleges, mert ugye ismert tény az, hogy minden kórházba, ez Európa világviszonylatban és a kórházi fertőzéseknek a problematikája nagyon nagy probléma, és ennek a megelőzésére, a tovaterjedésének a meggátlására szolgál ez a készülék. A tortorony UVC sugárzást bocsát ki, amely elpusztítja a levegőben és a sugárzás által elért felületeken található kórokozókat, vírusokat, baktériumokat és gombaspórákat is. Óriási problémát jelent, hogy az elmúlt 15-20 évben a kórokozók megváltoztak, nagyon sok multirezisztens kórokozót találunk, és most már olyan kórokozók is multirezisztensé, tehát nagyon sok antibiotikummal ellenállóvá válnak, amelyek eddig nem voltak megtalálhatók, illetve a kórházi palettán nem voltak jegyezve. Sajnálatos módon ezeknek a kórokozóknak nagy része a műtétek közben a levegőbe, a légtérbe bekerül, és ezek a légtérnek a fertőtlenítése nagyon nehézkes, hiszen a műtőt nem lehet minden egyes alkalommal teljesen kipakolni és kitakarítani, hiszen ezek az záró fertőtlenítések nagyon sok időt és nagyon sok munkát igényelnek. Ezeknek a kórokozóknak az elpusztítására minden olyan kórokozóra, ami szaporító anyaggal, DNS-sel vagy RNS-sel rendelkezik, ez a nagyon nagy teljesítményű gép alkalmas. A tornyot egy táblagéppel lehet bekapcsolni, amelyet azután magára kell hagyni a helyiségben. Az alapterülettől függően egy átlagos műtőt mintegy 15-20 perc alatt képes teljesen fertőtleníteni a szerkezet. A kórház tervei szerint menetrendszerűen fertőtlenítik majd az összes műtőt, akut esetekben pedig azonnal munkába állíthatják a tornyot, mellyel így akár heteket és jelentős élő munkát spórolhat a kórház.